A Romániai Magyar Dalosszövetség nevében nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett kórus hangversenyünkön. Idén virtuális térben ünnepelhetünk. Műsorunkat ma is az elmúlt évekhez hasonlóan szerkesztettük meg, keretként felhasználva a 2009 óta Kolozsváron felépített gyönyörű, kitűnő akusztikával rendelkező Makovec Imre tervezte organikus templomot. Egyben tanulóztunk az elmúlt évek különböző helyszíneinek műsoraiból. Elsőként áhítatot mond videófelvételben nagy tiszteletű dr. Bibza Gábor, Kolozsvár törökvágási református egyházközség esperes lelkésze, kántor Simon Lóránt. Teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Ámen. Énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén a 35. Zsoltár első versét, mely így kezdődik: beléim van, belőleim van. Visszaemlékezik a múltra, és kegyelmesen cselekszik. Ti gonosz gondoltatok ellene, mondja a felolvasott igény. És mondja József Egyiptomban a testvérekkel. Tulajdonképpen ez történt velünk az elmúlt egy bő esztendőben, amikor a Járvány címen bezártak bennünket, tönkretették a kultúránkat, és bár nem tudjuk, hogy kik a gonoszok, de bizony, arra törnek, hogy társadalmunkat szétverjék. Márpedig kultúra nélkül, társadalom nélkül nincs élet, és nincs jövő. De egy dolgot elfelejtenek az emberek. Gondolhat az ember bármi rosszat a másikról, egy egész társadalomról, Istennek hatalma van arra, hogy ezt jóra fordítsa. Istennek hatalma van arra, hogy odaforduljon, felemelje az elesettet, és bátorítsa. Józsefet felemeli, Egyiptomban helytartó lesz, és nekünk is előnyt ad arra, hogy
annak ellenére, hogy a magyar kultúra napján a hagyományossal és vált kórus találkozónkat nem szervezhetjük meg, de mégis felvételen összetartozhatunk, együtt cselekedhetünk. Úgy, ahogy fejedelmeink nehéz időben cselekedtek, vagy zeneszerzőink háborús időben alkottak, így ma nekünk énekelni, igét hirdetni, kultúrát építeni, hagyományi időben kell. És ez lesz az érdekű, ez lesz a jövő, ez lesz a reménység, ez fog nekünk életet adni. Mert meg kell újuljon a kultúránk ebben a bezártságban, és ebből a megújulásból Isten majd erőt ad nekünk, hogy tartva álljon. Azt mondja József, sok nép életét megtartja általa az Úristen. Nem ő a győztes, nem ő a nagy, hanem az Úristen, aki cselekszik. A kultúránk, mikor mindent eltörölnek, mikor mindent elvesznek tőlünk, és a szabadságjogainkat is, akkor a sajátos magyar erdélyi kultúra lesz az. Transzilvánista kultúra, ha úgy tetszik, amely megtart bennünket. Adja az Úristen, hogy ez valóban így legyen, és adja az Úristen, hogy most, amikor a magyar kultúra napján emlékezünk, akkor az Úristen meg gondja legyen rá. Krisztus kegyelme által. Amen. Most ezért imádkozzunk. Kegyelmes Atyán, köszönjük neked azt, hogy ápolni lehet a kultúrát itt, ebben a helyzetben. És meg lehet élni. Akkor, amikor csak felvételen keresztül kommunikálhatunk a társadalmat. Add édesatyánk, hogy ne vaduljon el teljesen a mi népünk, hanem mindig a kereszténység és a kultúra, mint összetartozó a lelkünkben, te felé vezessen. Arra kérünk, édes Istenünk, hogy hallgass meg a mi imádságunkat, áld meg azoknak életét, akik a kultúrában dolgoznak nehéz körülmények között ma. Igyekeznek, mindent megtesznek, hogy megújuljanak együtt a helyzet. Krisztusért kérjük még közöttünk, és légy velünk. Tarts meg bennünket. Amen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben. Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mi mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Énekeljük az áhítat végén a 460. énekünk első verszakát. A 460. énekünk első verszaka így kezdődik. Ne csüggedj el, kicsit se. Ünnepi alkalmakra című kórus művet tendő fel.
Kölcsei Ferenc himnuszát szavalja, a felvétel 2014. januárjában Petrozsényban készült. Kölcsei Ferenc himnusz. A magyar nép szivataros századaiból. Isten, áld meg a magyart jó kedvel, nyújts felé a védőkart, ha küzd ellenség. Balsors, akit régen tét, hozz rá víg esztendőt. Megbűnhődte már a nép a múltat, s jövendőt. Őseinket felhozát Kárpát szent bércére, általad nyert szép hazát benned úznak lélek. S merre zúgnak hadjai Tiszának, Dunának, Árpád ős magzatjai felvirágozának. Értünk Kunság mezején ért halász lengettél, Tokaj szőlő veszein nektár csepegettél. Zászlunk gyakran lámpálát fat török sáncára, s nyögte Mátyás bús hadár, Bécsnek büszke vára. Hajd a bűneid miatt gyúlt harag kebledben, s elsült át villámidat dörgő fellegekben. Most rabló mongolnyi látszugatta felettünk, majd töröktől rabigát vállalra vettünk. Hányszor zengett ajkain oszmán vad népének, vert adunk csonthalmain győzedelmi ének. Hányszor támadt, tenfia, szép hazám kedvedre, s lettél magzatod miatt, magzatod hangben. Bújt az üldözött, s felé karnyú barlangjában, szerte nézett, s nem lelé vonját a hazába. Bércehág is földbe száll, bús képség mellette, vérözön lábainál, s lánytenger fölette. Vár állott, most kőhal, kedv, s öröm rökkedtek. Halálhörgés, s hidalom zajlik már helyette. S ó, szabadság nem virul a holtnak véréből, kínzó rabság könnye hull árván ő szeméről. Szánd meg Isten a magyart, itt vészek lányának. Nyújts felé a védőkart, tengeri. Balsós, akit régen vét, hozz rá víg esztendőt. Megbűnhődte már a nép, a múltat, s jövendőt. Továbbá is Sarocaszert Vigyörök végiseletében vigyörködhetünk a mai kultúra napját, meghallgatván a Magyar Ferenc Vegyeskar harmadik fordulóban eredet, műsorokon Kodály Zoltán ének Szent István királyhoz. Hol vagy magyarok, ünneplő csillagok,
ünneplő közösség virtuális térben levők, kedves, szeretett dalostársak! Egy évvel ezelőtt nagy izgalommal vártuk a Magyar Kultúra Napjára rendezett kolozsvári és Szorványban rendezett ünnepi kórus hangversenyünket. Nem is sejtettük, hogy életünkben ilyen sok változást hozó 2020-as esztendőt búcsúztatunk. Tudjuk, zűrzavaros, kúsza világban élünk, állandó bizonytalanságban, félelemben. Félünk mindentől, és főleg mindenkitől. A világszerte kegyetlenül pusztító kósza, vírus, járvány ideg és lélektépő élethelyzetet teremt. Körülöttünk annyira felgyorsult a világ változásának üteme, hogy rövid idő alatt mindennapi szükségletté váltak olyan korábbi luxuscikkek, mint a telefon, televízió, internet, melyek életünket jelentősen formáló, nélkülözhetetlen eszközökké lettek. Ezt a felületet vagyunk kénytelenek mi is ma használni, hogy megszakítás nélkül tudjuk a Romániai Magyar Dalos Szövetség szervezésében idén 2021-ben is megünnepelni a Magyar Kultúra Napját. Valójában, ha adottak is a legjobb közösségi médiák virtuális terei, a legnagyobb vesztesek a kórusok. Hisz elnémultak, nem próbálhatnak, nem szól a dal, a közös ének, pedig a zenei anyanyelv ápolásának, megélésének és továbbadásának próbaköve a kórus. A nemrégiben örökre eltávozott Angi István zeneesztéta professzor, az erdélyi zeneoktatás meghatározó személyisége, a zene szépsége modelljei 2003-ban megjelent könyvében így van. Idézem. A közösségi éneklés a kórus művészet varázsa abban áll, hogy legbensőségesebb létünk, közösségünk, életünk álmait alakítjuk művészi valóságá. Az énekkar közösség formáló ereje eszményen valósítja meg a zeneművészet legmélyebb lényegét, a szépségét, az egyensúlyt, a viszontalkotást, ember és világa, egyén és közössége, álmaink és valóságunk között. A kórus éneklés fontosságát egyben a Magyar Kultúra Napjának kórus hangverseny keretében való megünneplését Kolozsváron és a Szorványban Gutman Mihály tanár karnagy, a Dalos Szövetség örökös tiszteletbeli elnöke kezdeményezte és valósította meg. Ő indította útjára ezt a rendezvénysorozatot, azt is, hogy évente évfordulós magyar zeneszerző, valamint magyarságunk egy jeles személyiségének szellemében ünnepeljünk. Idén Bartók Béla születésének 140. évfordulójára és Bátor István erdélyi fejedelemére összpontosítottunk. Ennek kapcsán idén virtuálisan Szorvány településként Szilágy Somlyot választottuk. Valójában ünneplésünk a Magyar Kultúra Napja, a himnusz születés napja, amit a 33 éves Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én letisztázva kéziratát szatmárcsekei magányában örökül nekünk hagyta. Ám a vers igazi életét akkor kezdte meg, amikor 1844-ben Erkel Ferenc megzenésítette, és ezzel nemzeti imánkká vált. Kívánom, ez az ünnep is bennünket szolgáljon, erősítsen hitünkben, reményünkben, hogy örömmel, szívesen tudjuk teljesíteni továbbra is napi feladatainkat. Ahogy Váci Mihály még nem elég című versének sorai csengnek fülünkben, idézem, nem elég jóra vágyni, a jót akarni kell,
és nem elég akarni, de tenni, tenni kell. Koltói és a nagybányai teleki magyar ház egyesített énekkara, karnagy Fülöp Gábor. Hallgassuk meg dr. Széman Péter, EMKE elnök videóköszöntőjét. Tisztelt éneklő közösség! Tavaly ilyenkor reményteli várakozásokkal tekintettük arra az évre, amelynek mind római, mind arab számokkal leírt formája, de főleg a mindennapi szóhasználatban megjelenő, az angol nyelvből átvett 20-20-as elnevezés különlegessége nem szokásos évet engedett sejtetni. Ez be is igazolódott az év folyamán, de sajnos nem pozitív értelemben. A koronavírus járvány tavaly még megengedte, hogy a szokásos módon emlékezzünk a Magyar Kultúra Napjára, ami az idén sajnos nem történhet meg. A járvány az ellene folytatott küzdelem érdekében hozott rendelkezések parkolópályára állítottak nagyon sok programot, elképzelést. Lassan ocsuttunk a gyermekségből, és reményik szavaival érve, ahogy lehet, úgy terveztünk és valósítottunk meg több rendezvényt is, melyiket online, melyiket élőben. Az idei kultúranapi megemlékezést illetőleg is úgy döntöttünk, közösen a Romániai Magyar Dal Összövetséggel, mint szakmai irányítóval, hogy számunkra, aki kultúra közvetítéssel foglalkozunk, elengedhetetlen, hogy megemlékezzünk erről a napról. Sajnos a karéneklés ebben az értelemben egy nehéz műfaj, hisz járványhelyzetben még próbálni sem lesz lehetséges, hát még sok kórusnak összegyűlni. A 198 évvel ezelőtt született himnusz szerencsére nem kell újra értelmezni. Az abban leírtak alcímének értelmezése
egy az egyben ráérett a 2020-as esztendőre is. De újra elolvasva nemzeti imánkat, erőt meríthetünk belőle, mert erőt adhat számunkra Isten, a hazafogalma és nemzeti összetartozásunk érzése is. Mint ahogyan az utóbbi években megszokhattuk, a nemzeti egységre való törekvés elősegítését célozzák meg az emlékévek. 2021-ben egy itt, Erdélyben meghirdetett emlékével is találkozhatunk, ez nagy fejedelmünk és Lengyelország királyának alakját felidéző Báthory István emlékév. Ennek aktualitását jelentős évfordulók adják, mivel Báthory István 450 éve, 1571-ben választott Erdély fejedelmével, 445 éve, 1576-ban tette le a lengyel királyi esküt a Wawelben, és szintén nagyon fontos számunkra, hogy 440 éve, 1581-ben akadémiát alapított Kolozsvárat, melynek tényét mára az egyetem vezetősége is elismeri és magáénak vallja. Az emlékévhez az EMKE is csatlakozott, s most a kultúranapi rendezvényével a Romániai Magyar Dalos Szövetség is. Nem mondhatjuk, hogy az eltelt esztendő könnyű volt, de a himnusz szövege, az utolsó szakasz reménységet adó gondolatai segítsenek minket a bajok legyőzésében, és reméljük, hogy a jövő évi kultúranapi megemlékezés alkalmával már egymás szemébe nézve találkozhatunk. Kolozsvári Szent Mihály templom Szent Cecília kórusa, karnagy dr. Potyó István. Mi az Bábosra is továbbul van a Kánkévosz, nagyon röviden összefoglalja talán a sokunknak az ászpolitikáját is mondjuk. Cantimus via cantare omnes, cantemus via cantare jucundumes. Cantimus via cantare amantis est. Vagyis csak énekelj, mert az ének jó dolog, csak énekelj, mert az ének így dolog, csak énekelj, mert az énekben szív dolog.
Dr. Csákány Csilla egyetemi adjunktus videó előadása következik Bartók Béláról. Szeretettel és szeretettel üdvözlök mindenkit ezen a különleges napon. A Magyar Kultúra Napja mindannyiunk számára ünnepnap, az idei pedig kiválképpen az, hiszen Bartók Bélára zenei, zenetudományi, zeneesztetikai tudásunk, műveltségünk és tudatunk formálódásában meghatározó szerepet betöltő alkotóra is emlékezünk, nevezetesen születésének 140. évfordulóján. Az 1881. március 25-én Nagyszent Miklóson született zeneszerző a Budapesti Zeneakadémián végezte tanulmányait, majd ugyanazon intézmény falai között tanárként tevékenykedett. Tanári pályafutása után szabad foglalkozású alkotóként és tudósként végezte munkáját. Élete utolsó 5 évét az Egyesült Államokban töltötte, súlyos betegsége miatt már nem térhetett haza. Életútja kiemelkedő kultúrközpontokhoz, egyetemi városokhoz köthető, ám népzenekutatói tevékenységének állomásai álltak szívéhez legközelebb. Levélrészletből idézek. Életem legboldogabb napjai azok voltak, melyeket falvakban, parasztok között töltöttem. Bartók Béla művészete, zenei kulturális öröksége nem csak a magyar és az európai zenetörténet, hanem az egyetemes zenekultúra szempontjából is jóformán felbecsülhetetlen értékű. Hagyatéka tehát nem csak számunkra, a magyar emberek számára fontos. Hogy csak néhány példát említsek. Dr. Robert Greenberg, amerikai professzor, egyik népszerű előadás sorozatában, amelyben a mindenkori zenei irodalom 30 legnagyszerűbb zenekari művét elemzi, többek között Mozart Jupiter szimfóniáját, vagy Beethoven 9. szimfóniáját, elmondása szerint csupán a jogdíj problémák miatt kellett lemondani a Bartókról, holott jó maga az egyik kedvenc 20. századi zeneszerzőjének tartja. A sorozat záró elemzésében az 1936-ban befejezett zenekúros hangszerekre, ütőkre és cselesztára, és az 1943-as koncertó zenekarra című műveket a 20. század legfontosabb és legeredetibb kompozíciói közé sorolja. De említhetnénk a francia zeneszerző nevét is, Pierre Boulez nevét, aki szerint a 20. század 5 legnagyobb zeneszerzője, a II. Bécsi iskola 3 képviselője Stravinsky mellett Bartók Béla nevet szerepel. A nemzetközi zenetörténelem kimagasló egyéniségére a nemzeti zenetörténelem is méltán büszke. És nem csupán kompozíciói miatt. Bartók Béla kutatóként a közép-európai népzene nagy gyűjtője volt. Munkásságának eredményeként pedig nem csak a magyar, hanem számos nemzet, népdal és népzene kincselet feljegyezve és rendszerbe foglalva. Nem véletlen tehát, hogy például Johann Hafner román folklorista a Kolozsvári Zeneakadémia népzene laboratóriumának egyik falát éppen Bartók portréja látható. Bartók magyarságáról, nemzeti tudatáról László Ferenc zenetudós írt részletes elemzést a Bartók markában című kötetében. Gondolatsorának felvezetőjeként abból a levélből idéz, melyet Bartók az 1900-as évek elején írt. Egész életemben, minden téren, mindenkor és minden módon egy célt fogok szolgálni. A magyar nemzet és a magyar haza javát. Eddig az időben. Ezt a lendületes és őszinte kijelentést értelmezve László Ferenc kifejti a következőket. Bartók magyarságától távol állott az elszigetelődés akarása, a különösség túl hangsúlyozása. Épp ellenkezőleg. Az ő magyarságtudata a nemzeti és az egyetemes emberi kölcsönös föltételezettségének jegyében érett életművet meghatározó ideológikumnál. És valóban, kompozícióiban összhangban van a népi és az abszolút zene, akár csak a magyar és az egyetemes egységének az igazsága. Legeslegmagyarabb műve is egyetemes, és viszont a zenei magyarságot az egyetemességnek olyan magas színvonalára emelte, amelyre az övéhez fogható példa nincs még egy a zenetörténetben. Bartókról megfogalmazott gondolataimat Kántor Lajos 1970-ben a Korunk hasábjai megjelent soraival zárom, további tartalmas ünnepnapot kívánva önöknek. Bartóknak nincs szüksége kerek évfordulókra, hogy beszéljen róla a világ. Bartóknak nincs szüksége semmi. A világ. Nekünk van szükségünk rá.
ma és holnap, és minden ünnep, s még inkább hétköznapon. Akkor is, ha szeretjük, ha értjük a zenét, akkor is, ha zeneileg reménytelenül botfülek vagyunk. Csak emberségben ne legyünk botfülek. Bartók ugyanis a régóta nem csak zenei, nem csak művészi, emberi mérték. Olyan nagyságrendű csillag, amelyet a legerősebb reflektorok, pompás tűzijátékok földi fényei sem halványítanak. Bartók Béla 1914-ben járt a Felső Nyárád mentén, ahol Nyárád remetén, Nyárád köszvényesen, Jobbájtelkén, Eheden és az én szülőfalumban, Székelyhodoson is gyűjtött népdalokat. A marosszéki Kodály Zoltán gyermek és ifjúsági kar tagjai, Mikháza, Szováta, Parajd, Sóvárad és Nyárád Magyaros mellett ezekből a falvakból valók. Hallgassák sok szeretettel a Bartók által gyűjtött, Nem arról hajnallik kezdetű népdalt. Nem arról hajnallik a merő hajnallót, nem arról hajnallik a merő hajnallót. Magam sorsa felől szomorú hírt hallok, magam sorsa felől szomorú hírt hallok. Árad napról napra bánatja szívemnek, árad napról napra bánatja szívemnek. Szabad életemnek. 2019. április 27-én nosztalgiázhattunk még a pandémia előtt, hisz Budapesten a Nemzeti Múzeumban együtt énekelhettek, muzsikálhattak Erdélyből a marosszéki Kodály Zoltán gyermek és ifjúsági kar, a budapesti Angélika Leánkarral, valamint a MÁV szimfonikus zenekarával. Bartók Béla három egynemű kórusművének zenekari változatát adták elő.
Lackó Vas Róbert színművész, Juhász Gyula Bartók Bélának című versét szavalja. Juhász Gyula Bartók Bélának. Erdély erdői zúgnak, ezüst és aranyerdők, borongó barna felhők, hárfái nemerének, sirámos dajkaének a dalaidban. Tiszai tájak sírnak, panasza jegenyéknek, halottas őszi rétek, zúgó fekete nyárfák, magányosak és árvák a muzsikádban. És fölérez és fölzeng az áhítatos ős szent, az ázsiai mély nagy szilajbús boldog méla, pogány és büszke lélek a régi-régi éden, a zenétben. Líceum Kamarakórus Kolozsvár, karnagy Halmos Katalin. Oh!
Kutman Mihály, pedagógus kórus Kolozsvár, karnagy Bedő Ágnes. Bartók Béla több mint 1600 szlovák népdal gyűjtött össze, még a magyar népdalnál is szebbnek tartotta ezeket. Nem csoda, hogy gyermekkarra, női hangra, férfi karra és vegyes karra egyaránt feldolgozott közülük néhányan. Kórusunk most a zongora kíséretes négy tót népdalt adja elő. A zongoránál László Györgyi. Thank you.
Bátor István szilácsomjói születésű erdélyi fejedelemre emlékezik dr. Széman Péter, MK elnök, felolvassa dr. Széman Emese Rózsa. Szeretettel köszöntök mindenkit dr. Széman Péter nevében is, aki az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesületnek az elnöke, de hosszú időn keresztül csaknem 3 évtizedig volt elnöke a szilácsomjói Bátor István Alapítványnak, ő fogalmazta meg az alábbi gondolatokat. Szilácsomjó román lakossága csak az úgynevezett forradalom után szembesült azzal, hogy városában született a magyar és az erdélyi történelem egyik legnagyobb személyisége, Somjói Bátor István, erdély fejedelme, Lengyelország királya. De a város magyar lakosságának is csak egy kis része ismerte tetteit, nagyságát. Mindenképpen és mindenki felettetni, vagy legalábbis elhomályosítani akarta a nagy fejedelem és király történelmi szerepét, nem volt szalonképes sem a román, sem az orosz, illetőleg szovjet történelemírásban, de még a magyarországiban sem. Pedig Erdély egyik gazdasági és kulturális aranykorát élte meg uralkodása alatt, Lengyelország pedig stabil államként létezhetett, mivel elhárult az oroszok fenyegetése, államuk megerősödött. A Gutkeled nembeli bátoriaknak két fő ága van, a somjói és az ecsedi. A történelem írók már abban sem tudnak megállapodni, hogy nevüket Y-nal vagy I-vel kell-e írni. Erdélyben, Szilágycsomjón Y-nal használjuk inkább, míg Magyarországon például Nyírbátorban I-vel. Mindkét verzió jónak és helytállónak bizonyul. Az erdélyi vajda Bátor István és felesége Telegdi Katalin a Somjón és környékén lévő birtokaik mellett magukénak tudhatták a szatmári és színéri uradalmakat is. Szilágycsomjón a család kis római katolikus templomot építtetett, melyet 1532-ben fejeztek be. Somjai Bátor István 1533. szeptember 27-én született, 1534-ben azonban árván maradt, neveltetését Várdai Pál esztergomi érsek vállalta magára, akkori szokás szerint humanista műveltséget kapott. János Zsigmond és Izabella királyné Erdélybe érkezése után hozzájuk pártolt. A rendek nevében már ő köszönti Kolozsváron a királyi családot. Jutalma az, hogy 1559-ben megkapja Erdély akkori egyik legjelentősebb tisztségét, a váradi főkapitányságot. 1571. május 25-én a gyulafehérvári országgyűlés egyhangúlag megválasztotta fejedelemnek Bátor Istvánt. Erős Erdélyt akart teremteni, és tudta, hogy ehhez nem elegendő a kicsiny ország egymagában. Nem csak személyes ambíciók hajtják, amikor a megüresedett lengyel trónra nyújtja be igényét, mai szóhasználattal megpályázza azt. Komoly ellenfelei voltak. Miksa császár, akit a pápa is támogatott, valamint rettegett a vagy rettenetes Iván orosz oldalról. A politikai harcokba az akkori nagyhatalom Török Birodalom is beleszólt, amely nem kívánta erősíteni sem az osztrák, sem az orosz birodalmat, ezért ők Bátorit ajánlották a lengyeleknek. A lengyel főurakból és főpapokból álló szenátus Miksát hívta meg, de a köznemesség 1575. december 12-én Bátori mellett foglalt állást. 445 éve, 1576. május 1-én a krakói Wawel székesegyházban koronázták meg. De Erdély ügyeit is tovább rendezte, Krakkóban erdélyi kancellária működött. Bölcs uralkodása elhozta Erdély első aranykorát. Erősítette a katolicizmust, de nem bántotta a többi vallást sem, ezzel megtartva fejedelemmé választásakor tett ígéretét. 1579-ben Kolozsvárra telepíti a jezsuitákat. 1581-ben ismét megindul a katolikus iskolai tanítás, először középiskolai, majd 1586-tól főiskolai szinten, ami egyben egyetem alapítást is jelent. A 440 évvel ezelőtt történteket a Kolozsvári Egyetem mai utóda is már elismeri. De Bátori Litvániában is, melynek szintén nagy fejedelme volt, egyetemet alapított, amely a mai napig működik. A lengyelek egyik legnagyobb királyuknak tartják. Azt mondják róla, hogy inkább meg sem kellett volna születnie, de ha már megszületett, nem kellett volna meghalnia. Halála szeretett városában, ahol templomot építetett, Grodnóban következett be, az ottani királyi palota őrzi emlékét. Korán 53 éves korában halt meg, a lengyel királyok temetkezési helyén Krakkóban van a sírja. Szilágycsomjón mindjárt 30 esztendeje 1992-ben alakult meg a Bátor István Alapítvány,
mely ápolni hivatott a nagykirály szellemi és tárgyi hagyatékát. A szellemi hagyaték ápolása könnyebben megy, mert a tárgyi hagyaték a vár restaurálása botladozik. Már 1992-ben állítottunk magyar-román, majd később lengyel nyelvű emléktáblát. 1998-ban Bátor István könyvtárat alapítottunk, és szintén elsőként emeltünk szobrot egy nagy magyarnak a Szilágyságban 2001-ben. Két évi kemény harc után leplezhettük le Bátor István Nell szobrát, Lőrinc Lehel kolozsvári szobrász művész alkotását. Utcát is sikerült elnevezni róla. Igaz, nem lett Bátori István, csak Stefánusz Bátori a hatalom akadékoskodása miatt. De az önálló magyar iskola neve már Bátori István lett. Ott a felnövekvő nemzedék immáron akadálymentesen megismerkedhet a nagy fejedelem és király életével. Bátori iskola egyébként három van Erdélyben. Az egyik a kolozsvári, által alapított iskola utóda, a másik meg Szabó M. Attila szilácsomjói születésű meggyesi tanár javaslatára 100 meggyesen, ahol az 1576-os február 8-i országgyűlésen a szenny küldöttsége előtt letette a lengyel királyi esküt. Emlékét már 28 éve felidézzük a Bátori Napok alkalmával, melyet születési időpontjához közel, szeptember utolsó hétvégéjén rendezünk meg. Történelmi vetélkedőket rendezünk sokszor közösen Nyírbátor testvérvárosunkkal, de a sakverseny is őt hirdeti, Bátori Kupa, az évente kiosztásra kerülő egyik iskolai díj is, melyet az alapítvány adományoz, a Bátori díj. És lásd csodát! Amióta elkészült a vár teljes régészeti feltárása, valamint az alapítvány megrendelése alapján 1992-ben elkészült első hasznosítási terv után egy komoly helyreállítási dokumentáció is a kolozsvári Európa Nostra Dies Utilitas alapítvány részéről. Immáron a hivatalos neve is Cetatea Bátori, azaz Bátori vár lett a Cetatea Medievala, középkori vár helyett. Ma már a románság is elismeri történelmi nagyságát, a Bátori család, ezen belül Bátori István szerepét a térség történéseivel kapcsolatban. A Bátori család, ennek keretében Bátori István emlékezete tehát egyre erősödik Szilágysomjón, a Szilágyságban, és reméljük Erdélyben is. Nagy fejedelem és uralkodó volt, illő, hogy elfoglalja méltó helyét Erdély és Magyarország történelmében. Szederinda Citera csoport, Szilágysomjó, művészeti vezető Fekete István.
Egyedi Bethlen Gábor kollégium kakukkszó kórusa, Karnagy Fórika Éva, Nagy Hidegben 2015. január 17-én Gyulafehérvár, Római Katolikus Székesegyház. Sándor Művészeti Liceum Eufónia kórusa, Sepsiszent György, Karnagy, Sípos Zoltán. Thank you.
református kollégium vegyeskara, karnagy dr. Székely Árpád. Hopp, 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 Juliska, hopp, Mariska, eljöre vélem egy pár táncra, eljöre vélem egy pár táncra. Vegyeskar, Sepsiszent György, karnagy Jakab Árpád. Férfi kórus, karnagy Ványolos András. Oh!
Romániai Magyar Dalos Szövetség nevében megköszönöm figyelmüket. Remélem, hogy 2022-ben újból a megszokott térben hagyományosan ünnepelhetjük korunk hangverseny keretében a Magyar Kultúra Napját.